Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött akkor az, aki 5 talentumot kapott. Hozott másik 5-öt, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott. Így szólt, Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumot, amit adtál. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az Úr ezt mondta neki, te gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatustól kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Akinek van, annak még adnak. Akinek pedig nincs, attól elveszik még azt is, amilyen van. Meglehetősen talányos kijelentés ez, amivel az evangéliumi példázat zárul. Példázat, parabola. Az ilyen szövegeknek mindig háttér jelentése van. Van egy felszíni történet, és ez a felszíni történet valamit még üzen. Talentumok. Egy gazda a vagyonát rábízza emberekre. Van, akinek 5-öt, van, akinek 3-at, van, akinek 1-et ad. Érdemes elgondolkodni azon, hogy az adományok mértéke, mennyisége, mienysége különböző. De aki ezeket az adományokat osztja,
ugyanaz. És mindenki felelős azért, amit kapott. Aki ötöt kapott, ötért felelős, aki hármat kapott, háromért felelős, aki egyet kapott, egyért felelős. Nem arról van szó, hogy egymáshoz hasonlítgassák az adományokat. Te ötöt kaptál, én csak hármat, ő meg csak egyet. Én ötöt kaptam, ezért vagyok felelős. Én hármat kaptam, ezért vagyok felelős. Én egyet kaptam, ezért vagyok felelős. És itt az öt, az tulajdonképpen nem ötöt jelent, a három nem hármat jelent, az egy nem egyet jelent, hogy egymáshoz lehessen hasonlítgatni, hanem arról van szó, hogy mindenki kap. Nincs olyan ember, akinek valamilyen adottsága, valamilyen talentuma ne lenne. És szó van, egészen egyértelműen szó van arról is, hogy felelős az ember azért, amit kapott. Az elszámolásnál, nézd Uram, ötöt kaptam, szereztem rajta másik ötöt. Hármat kaptam, szereztem rajta neked másik hármat. Egyet kaptam, elrejtettem, mert tudom, hogy szigorú és kemény vagy. Nem vállaltam semmi kockázatot, hanem megtartottam. Arról is szó van, testvérek, hogy az élet kockázat. Kockázatot kell vállalni. Az élet felelősséggel jár. Felelősséget kell vállalni. És nem egymáshoz kell hasonlítgatnunk az életünket, az adottságainkat, hanem kinek-kinek tiszta önismerettel kell rendelkeznie. Ezt kaptam, ezért vagyok felelős. Bár személyiségi jogom lett volna, vagy lenne, hogy egy súlyemelő szakosztályba beiratkozzam, de nem kaptam erre, ehhez talentumot, adottságot, készséget, erőt. Ne hasonlítsam magamat a súlyemelőhöz, hanem ismerjem el az ő teljesítményét, és ne legyenek gátlásaim, hogy én nem tudok súlyt emelni. Valamit én tudok, és más nem. Nem egyszer előfordul, ja, munkatársakkal beszélgetek, konyhán például, és megdicsérem a halászlét, hogy jaj, de finom volt, és akkor a szakács körül valaki azt mondja, igen, én ezt tudom, de én nem tudnék prédikálni. Én nem tudnék olyan halászlét főzni, ő nem tudna prédikálni. De a kettőt nem lehet összehasonlítani. Vajon ő megteszi-e azt, amire képes? Vajon én megteszem-e azt, amire képes vagyok?
Mindennapos lelkiismeret vizsgálati kérdés. Mit kaptam? És amit kaptam, miért kaptam? Mire kaptam? Felhasználom-e? Vagy pedig bebugyolálom, elrejtem, megőrzöm magamnak. Éljünk magunknak. Emlékezetem szerint Fekete Gyulának volt egy ilyen című szociográfikus könyve, amelyben a magyarság sors kérdéseivel foglalkozott, hogy nem merjük vállalni a kockázatot, nem merjük vállalni a jövőt, és ez a könyv a népesedés helyzetével foglalkozott. Merjük-e vállalni a jövőt? Valamit kaptunk. Mindenki kapott valamit. És ezt a talentumot fel kell használni, és oda kell adni másokért, másoknak, és akkor lesz kamatja, akkor fog kiteljesedni. És akkor tudok odaállni nyugodtan az Úr elé, Uram, nézd, 5-öt adtál, 5 másikat szereztem rajta. És az Úr nem úgy ítél, hogy aki 5-öt kapott, az nagyobb jutalmat kap majd, aki 3-at kapott, az kisebb jutalmat. Menj be Urad örömébe, hallja mindegyik, mert azt, ami ő rá volt bízva, amire ő képes volt, azt ő teljesítette. Igenis van felelősség, igenis van ítélet, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élünk. Az adományok különbözőek, de az adományok forrása, valahol így olvassuk a Szentírásban, a lelki adományok különbözőek, de a lélek ugyanaz. És nagyon érdekes, hogyha meg tudok nyílni az Isten szent lelke előtt, és azt mondom, Uram Istenem, itt vagyok, rászorulok a Te erősítő lelked segítségére, akkor ezek az adományok, ezek a talentumok átlényegülnek, így mondják, karizmákká válnak. Szoktunk beszélni karizmatikus emberekről. Olyan emberekről, akik egy közösségben a közösség életét fel tudják pezsdíteni. A karizmatikus ember nem tartja meg az adományait saját magának, hanem bátran szétosztja, és ekkor következik be a csoda. A szétosztás következtében vissza is kapja, és odaállhat az Úr elé. 5-öt kaptam, 5 másikat szereztem rajta. 3-at kaptam, 3 másikat szereztem rajta. Bárcsak volna mindig bátorságunk, testvérek, hogy elfogadjuk önmagunkat, és ne tartsuk magunkat semmire kellőnek, hanem józan önismerettel vegyük észre, hogy mire vagyok képes. Mert mindenki képes valamire. Talán vannak, akik hallották, vagy talán képen látták, a pannonhalmi barokk ebédlőben sok kis kép között van egy kulcskarika, különböző kulcsokkal. Ezzel a felirattal,
latin nyelvű kijelentéssel, non omnia possumus omnes. Nem vagyunk mindannyian mindenre alkalmasak. És én nagyon szívesen fordítok rajta egyet, de mindannyian képesek vagyunk valamire. Az Úristen mindannyiunknak adott valamit. Legyen az bármilyen csekélység. De az Isten szent lelke által ez a csekélység is tud kamatozni, és ez a csekélység is meg tudja ízesíteni az életet körülöttem, ott, ahová az Isten állított engem. Bár csak meg lenne bennünk a bátorság, hogy amit az Úristentől kaptunk, azt valóban bátran felhasználjuk, és ne tartsuk meg félve, remegve önmagunknak.